Kolozsvári Magyar Színház dokumentációs tára igazi kincses bánya. A szerény alig két szobában meghúzódó múzeum és kutatási központként is működtetett helyen Zakariás Erzsébet az, aki minden tárgynak ismeri a történetét. Évtizedek óta itt dolgozik, itt kutat, és nincs olyan érdeklődő, akit visszautasítana. Hozzá kopogunk be, mert történetünk főszereplőjét ő ismeri a legjobban. Janovics Jenőről, a kolozsvári színjátszás nagy hírű direktoráról van szó, akinek élete nyitott könyv Erzsébet számára. Neki voltak céljai, amelyeket kitűzött, és amelyeket eléggé konzekvens módon tudott követni. Na most az ő életének és életművének a tanulmányozása során arra következtetésre jutottam, hogy 19 az egy olyan töréspont az életében és a munkásságában, ami után nyilvánvalóan hanyatlás következik. Tehát utána a legnagyobb erőfeszítésekkel sem tudta a társulatot olyan színvonalon fenntartani, hogy az ő habitusával összecsengő legyen. Mi egy 100 éves dráma szálait próbáljuk kibogozni, ugyanis a színházigazgató naplója és a korabeli tudósítások nyomán tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt, 1919. szeptember 30-án tartotta a Janovics Jenő által vezetett Magyar Színtársulat az utolsó előadását a kolozsvári Hunyadi téri színházban. Hogyan lett Janovics Jenő a kolozsvári színház igazgatója? Hogyan harcolt a színházért, a társulatért? Hogyan zajlottak az 1919-es történések? Mi lett a direktorral és színészeivel 1919. októberétől kezdődően? Ezekre a kérdésekre várjuk a választ Zakariás Erzsébettől. Gál György helytörténész és Fodor János, a trianoni évek, az impériumváltás korának kutatója is segítségünkre van, hogy részleteiben megismerhessük a 100 éves történetet. Zakariás Erzsébet számtalan érdekességre hívja fel a figyelmet már kezdetekkor. Kiderül, hogy Janovics életében nagyon sok lezárás és újrakezdés van. Ő volt ugyanis a Farkas utcai színház utolsó igazgatója. A Hunyadi téri színházban pedig az első. A Sétatéri színházat is elsőként nyitotta meg, és mindhárom épületből el kellett mennie, különböző okok miatt. A legdíszesebb és legmodernebb színházának, a Hunyadi téri nemzetinek a vezetését 1905. áprilisától vette át. Tisza István akkori kultuszminiszter nevezte ki. Az volt a kinevezés mögött, hogy ez az az ember, aki végig tudja vinni az új színház épület felépítését. 1905-ben, amikor ő átvette, akkor már építés alatt volt a kolozsvári új színház épülete, mert a Farkas utcai az már eléggé rossz állapotban volt a kor igényeinek szintjét tekintve, nem volt elég modern, és azzal párhuzamosan nyáron működött a faépület a mai színház helyén, a színkörnek nevezett faépület, de a kettő épület sem volt elég ahhoz, hogy a kolozsvári igényeket, színházkedvelő igényeket kielégítse. A Hunyadi téri színház megépítésekor az alkalmazott minta már létezett a monarchia területén. Kolozsvár polgárai nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel a bécsi Helmer és Feller cég által tervezett épületet. Janovics azonban tudta, hogy hogyan kell a régi színház történelmi levegőjét áthozni az új teátrumba is. A Magyar Építőművészek Szövetsége, vagy Kolozsvárt Kóskáról is roppant felháborodtak, hogy egy bécsi céget bíznak meg a színház kivitelezésével, többen is javasoltak más tervezőt, aki magyaros jellegű épületet építsen, ne pedig egy ilyen nemzetközi bécsi szecessziós épületet, de a minisztérium hű maradt Fellnerhez és Helmerhez. Hát egész Kolozsvár figyelte másfél éven át, hogy hogyan emelkedik fel ez az új épület. És azt kell mondjuk, hogy végül is egy nagyon sikeres munka lett.
A Hunyadi téri színház megnyitását követő évek Janovics legtermékenyebb esztendei voltak. Drámasorozatokat indított a Hunyadi téri színházban, könnyű darabokat játszatott a sétatéri nyári színkörben, és elkezdte az első kolozsvári némafilmek gyártását is. Dübörgött tehát a színházi és filmszakma Kolozsváron, amikor berobbant az első világháború, amely 4 év múlva, 1918. decemberében megdöbbentő helyzet elé állította a kolozsváriakat. A háború elvesztését sem tudták még feldolgozni, amikor arról kaptak hírt, hogy Gyulafehérváron nagy nemzetgyűlés tartott az erdélyi románság, ahol kikiáltották Transzilvánia egyesülését a román királysággal. Válasz reakcióként a magyarok először Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron 1918. december 22-én szerveztek hasonló gyűlést. Itt jön a képbe Janovics Jenőnek a szerepe, és tulajdonképpen a munkatársainak köszönhetjük, hogy ez a momentum, illetve ennek a momentumisága megőrződött kép, illetve film formájában, hiszen ott forgattak aznap, és ilyen kis filmhíradó részletet készítettek ebből az anyagból, amit aztán le is vetítettek, elküldték ezt Budapestre, és tulajdonképpen így maradt meg az utókor számára ez a momentum. Janovics nem csak lefilmeztette a kolozsvári nagygyűlést, hanem kiállt ő is a többi szónok közé, és lelkesítő beszédet mondott. Mint hiába, 1918. december 24-én bevonultak a román csapatok a Kincsesvárosba. A korabeli beszámolók eléggé élethűen visszaadják a bevonulás hangulatát. Egyébként, ahogy a legtöbb városban is ez megtörtént, legtöbb esetben ez a bevonulás atrocitásmentes volt, nagyon kevés esetben jegyeztek fel ellenállás miatti problémákat, illetve az is tehát rögzített momentum, hogy a nyilván ekkor még magyar többségű lakosság passzívan figyelte, illetve inkább letargiába burkolozva szemlélte ezeket az eseményeket. Hórát táncoltak a Mátyás szobor körül, a helyi románok és a pópák kivonultak, és üdvözölték a bevonuló ezred tagjait és annak a két tábornok parancsnokát, és azzal egy új világ kezdődött Kolozsvárt. Igaz az, hogy ez csak megszállást jelentett. De a románok már úgy rendezkedtek be, mintha örökre itt akarnának maradni, és ennek megfelelően 1919 elején elkezdték sorba átvenni a kolozsvári intézményeket. A karácsonyi bevonuláskor azt leírja, hogy a színház üres maradt. Senki nem ment színházba, hiába voltak meghirdetve előadások, de hogy januárban már volt egy 4-5 napos kényszerszünet. Ami azt jelentette, hogy valami miatt nem engedik az előadások tartását. És hogy most nagyon általánosan beszéljek, januártól kezdődően, szeptember végéig egyre erősebb és egyre agresszívebben megnyilvánuló volt a cenzúra, és a zaklatás, hogy úgy mondjam, annak azzal együtt, hogy ugye a román megszálló katonák egyik szórakozó helye az a színház volt, és sokszor azért engedték a színház újranyitását, mert ebben a periódusban, ebben a 10 hónapban, vagy 8 hónapban többször betiltották az előadásokat mindenféle ürügyekkel, és sokszor azért nyitották újra, mert a katonaság nyomása miatt kellett engednie a hatalomnak, hogy azok nem volt, ahol szórakozzanak, és szerettek eljárni színházba. Ezt követően bontakozik ki Janovics harca a színházért, amelyet ő pontosan dokumentált. Feljegyzései bevezetnek az 1919-es év atmoszférájába, és végigkövethetjük a harcot, amelyet Janovics a színházáért vívott.
nagyon személyesen éli meg ezt a változást, és az látszik a feljegyzéseiből, hogy neki fogalma nincs arról, hogy ez mit fog jelenteni. Olyan érveket hoz fel, amelyek ilyen nagy változásokkor igazából semmisek, vagy nem léteznek. Folyamatosan azt hangoztatja, és azt hozza fel érvként, és azért ellenkezik a színház átvételekor, hogy azt lehetetlen, mert neki szerződése van 27-ig, 1927-ig, vagy 23-ig, vagy nem emlékszem pontosan, a magyar állammal, hogy ő el fogja látni ezt a tisztséget. És ha ő nem tudja ezt a szerződést felbontani. Tehát ő nem, valahogy nem fogja fel, hogy állj meg, itt valaminek vége van, itt pont van, és egy másféle dolog fog kezdődni. Folyamatosan romlanak a színház körül a viszonyok. Sokszor már a saját biztonságát is félti, ezért 1919. márciusában bevonul a kolozsvári ideggyógyászatra. Március 29-én jelent meg nála egyik jó barátja, Fekete Mihály, aki mondta, hogy azt hallotta, hogy most már tarthatatlan, és tényleg el fogják vinni. Fekete Mihálynak volt az ötlete, hogy menjen be az ideggyógyászatra, akkor az ideggyógyászat vezetője egy Lechner Károly nevű professzor volt, és hogy nem ő az első, aki ott ilyenként bent lesz, és ott neveket is említett, hogy még kik vannak bent, és ez egy jó megoldás, menjen, mert Lechner professzor vállalja a bújtatást igazából, tehát felveszi betegnek, és ott biztonságban lesz. Valóban megjelentek éjszaka a színházban a lakásán, és el akarták vinni, úgyhogy pontos volt az információ, de ő 30-án, március 30-án reggel bevonult az ideggyógyászatra, és hát ott több mint egy hónapig ült. Miután kijött az ideggyógyászatról, el is viszi a rendőrség a színházából, és csak 3 napi fogság után térhet vissza. Igen ám, de május 14-én bejelentik a hivatalosságok, hogy átveszik a színház épületet. Nagyjából 3 lépésben megtörténnek az adminisztrációs átvételek. Tehát egyszerűen megjelenik a román hadsereg a hivataloknál, és bejelentik, hogy átveszik az úgymond impériumot. Itt van, ahol ellenállást tanúsítanak, de ez általában szimbolikus ellenállás, tehát követelik, hogy vegyék jegyzőkönyvbe, hogy itt ellenállás volt, és ennek ellenére átveszik úgymond erőszakosan ezeket a hivatalokat. Nyilván ez elsősorban a politikai adminisztrációt érti, tehát itt a megyei és a városi közigazgatást érintette ez az első lépés. Ennek a receptnek az alkalmazása azonban a színház esetében nem ment túl egyszerűen, ugye a színház egy más jellegű intézmény volt. Legelőször 1919. májusának közepén járt itt egy bukaresti román színtársulat, és akkor hát mondhatni megkérték Janovics Jenőt, hogy adjon engedélyt arra, hogy azok egy este színi előadást tartsanak a teremben, amit meg is kaptak, a románság nyilván kivonult, megnézte ezt a színi előadást, de utána még hetekig nem volt probléma a színház tulajdonjogával vagy működésével, habár a sajtóban többen felvetették, hogy át kéne venni a színházat is. Csak hogy hát a színház nem volt kifejezetten állami intézmény, azt egy színház pártoló társaság vezette, és részben annak is a tulajdona volt az épület, úgyhogy eleinte keresték a megoldást, hogy honnan, hogyan vegyék át az épületet, egyáltalán a teljes felszerelést. Janovics Jenővel néhányszor tárgyaltak a város és megyei vezetők, felajánlották neki, hogy tegyen esküt a román királynak, és akkor ő megmaradhat színigazgatónak. Már akkor is kérték, május 11-én, hogy tegye le a hűségesküt, és ő maradhat, mint igazgató a színházban.
és szervezzen román társulatot, de hát ő erre nem volt hajlandó, és hát ő a magyar társulatnak volt az apja, tehát az volt az övé, valahogy ez furcsa lett volna, hogyha azt mondja, hogy kedves csapatom, menjetek szépen a színkörbe játszani, én majd itt igazgató maradok. Hát nem, valahogy ez tényleg nem elképzelhető, és abban a, tehát nem lett volna koherens semmi szín alatt ebben a helyzetben. 1919. szeptemberére nyilvánvalóvá vált Janovics számára is, hogy a színház átadását már nem lehet elodázni. Bár a színészei még reménykedtek egy csodában, ő tudta, hogy október 1-től a nyári színkörben kell folytatnia a működését. Szeptember 30-a 1919-ben egy keddi napra esett. Janovics a Hamletet tűzte műsorra. A főkormány szék határidőt szabott, 1919. október 1-jét, hogy aznap jönnek a hivatalosságok, és Janovicsnak át kell adnia a színházat, mondhatni teljes felszerelésével. Annak nem volt akadálya, hogy átköltözzenek a nyári színkörben. Minden estől még valamennyi díszletet is oda átvihettek. Miután már más nem tudott tenni, egy búcsú előadást hirdetett, a Hamlet előadását, és pedig szeptember 30-án estére. Hát az egész város tudta, hogy ez lesz az utolsó előadás, úgyhogy nagyon szép közönség gyűlt össze. Az előadás szövegét azelőtt cenzúrázták, úgyhogy a Hamlet monológiának jelentős részét kihúzták. Maga Janovics játszotta a főszerepet. Ilyen formán aztán az előadás, a lerövidített előadás végeztével a Taps Orkán nem akart megszűnni, mondhatni éjfél utánig, vagy egyes beszámolók szerint akár hajnalig eltartott, amikor aztán felvonult a rendőrség és katonaság az épület köré, és akkor hát a színház vezetőség kérte, hogy fejezzék be az ünneplést és a könnyes búcsút, mert nem szeretnének konfliktust az esetből. Hát egy nagyon megnyesett változatát mutatták be a darabnak. Megvan egyébként itt a könyvtárban az a szövegkönyv, amelyet ez után az előadás, tehát ehhez az előadáshoz szabtak, tehát ebből súgtak valószínűleg, vagy ez egy ügyelői példány lehet, az illető előadás ügyelői példánya, tehát pontosan lehet látni benne, hogy melyek azok a részek, amelyeket kivágtak. Azt már korábban tudjuk, hogy a nagy monológ, ugye a lenni vagy nem lenni további részét azt eleve kivágták, csak ennyit szabadott elmondani, és valahol meg is jelent egy olyan legenda, hogy a nem, lenni vagy nem lenni után megszakadt az előadás, és a tömeg ünneplése, vagy a tömeg megnyilvánulásai miatt nem tudták folytatni az előadást. Janovics Jenő hagyatékában több változatban maradt fent ennek az estének a leírása. A színi direktor így írta le az estének a legdrámaibb pillanatát. Következett a nagy monológ, és én elfelejtettem mindazt, amit tudós dramaturgiai professzoraimtól hallottam a Színi Akadémián, hogy ez a monológ önmagát marcangoló, magába mélyedő elmélkedés. Kiállottam a súgójuk elé, a nézőtér felé harsogva a kérdést. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Pillanatnyi megdöbbent némaság után fergetekként robbantak ki a szenvedélyek. A karzatról éles női hang törte meg először a csendet. Élni akarunk. S utána 2000 torok dübörögte, harsogta felszabadultan, újongva, reménykedőn. Élni akarunk. Mintha a történelem kerekébe akart volna ez a 2000 ember kapaszkodni. A tenyerek összeverődtek, a lábak szilajul dobogtak, félelmetes pillanat volt. Magam is megriadtam a visszafolytott szenvedélynek,
ettől az orkános kitörésétől. Percekig tartott ez a viharzás, azután valahogy egymást csitították el az emberek. Ezt mondta Janovics a 19-ben a szeptember 30-ai Hamlet előadásban, Hamletként, hogy Horáció, én meghalok, te élsz, győzd meg felőlem és igaz ügyemről a kétkedőket. Ez volt az utolsó mondat, amit meg is lehet nézni, ide-oda van írva, hogy vége. Tehát azt jelzi fel Janovics, és azt tartja a legenda is, hogy utána még hosszasan felállva tapsolt a közönség, és Janovics újra kiment a színpadra, és próbált őket csitítani, és a színház elhagyására buzdítani, de nem sikerült neki, úgyhogy végül is a katonaság benyomult az épületbe, és kiverték a nézőközönséget. Észak-Erdély visszacsatolása után az 1941-es évadnyitó előadást is a lenni vagy nem lenni kérdéssel kezdték. Azonban az egykori színigazgatót nem hívták meg az ünnepélyes megnyitóra. Janovics félig meddig klandesztin módon feleségének, Por Lilinek a páholyából hallgatta a 22 évvel ezelőtt az ő szájából elhangzó szavakat. A félreállított igazgató azonban nem rontotta el az ünnepet, csöndben távozott. Gondolta-e volna valaki 1941-ben az ünneplők közül, hogy 4 év múlva, 1945-ben ismét Janovicsra vár a feladat, hogy visszaköltöztesse a színészeket a sétatérre? Az újabb megnyitó beszéd írása közben azonban a vészkorszakokat túlélt öreg színi direktort elvitte a szíve. A házsongárdi temetőben található a sírja. Ha elhaladunk mellette, ne feledjük el, hogy Hamlet nagy kérdésére Janovicsnak mindig egyértelmű válasza volt. Lenni, lenni, lenni. Készült az RMDS kulturális főosztálya közreműködésében.